évvel ezelőtt indult az Együtt Egymásért Szent Miklósiakért program, idén is gyűjtőpontokon és a Szociális Igazgatóság székhelyén várják az adományokat. A segítőkész Gyergyó Szent Miklósiaknak köszönhetően idén is lesz miből megajándékozni a szociálisan hátrányosabb helyzetben élő családokat az Ajándékot Termőfa program keretében. 3 mérkőzésből csupán 2 pontot sikerült gyűjteni a Gyergyói Hoki Klub csapatának. Köszöntöm nézőinket, önök a Fénypont legújabb kiadását látják, jó estét kívánok! 10 évvel ezelőtt indult az Együtt Egymásért Szent Miklósiakért program az adventi időszakban. Az elmúlt években bebizonyosodott, hogy a Gyergyó-Szent Miklósiakra jellemző a szociális érzékenység, hiszen tavaly is több mint 200 családnak tudtak élelmiszercsomagokat vinni a Szociális Igazgatóság munkatársai. Idén, december 18-áig várják az adományokat. November 27-én tizedszer indították útjára a hagyományosnak számító jótékonysági akciót Gyergyó-Szent Miklóson. Az Együtt Egymásért Szent Miklósiakért elnevezésű program sikere azóta is töretlen. Köszönettel és hálával telt szívvel indulunk. Ezelőtt 10 évvel, ha tudtuk volna, amikor az első kicsi csomagra való élelmiszer összegyűlt, hogy mennyi nehézséget, megpróbáltatást sodor elénk az élet, lehet megtorpanunk. De ezért is jó, hogy nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Volt ez a 10 év alatt világjárvány, háborús hangulat, gazdasági válság és még sok minden más. De azt láttuk és tapasztaltuk, hogy a városlakók nehéz időkben jobban összefognak. Ezt mi sem bizonyítja jobban annál, hogy a 2019 és 2020-as évben szinte kétszer annyi élelmiszer gyűlt, mint az előző években. A lakosság bebizonyította, hogy nincs szebb és nemesebb dolog annál, mint aki ad, annak, akinek kevesebb jutott. Tavaly 3,5 tonna tartós élelmiszer gyűlt össze, amiből 261 családnak készítettek össze csomagot a Szociális Igazgatóság munkatársai. Az adományokból minden évben juttatnak a gyermekotthonoknak és más szociális intézményeknek is. Sergő Tibor polgármester is kiemelte, hogy bebizonyosodott, a Gyergyó-Szent Miklósiakra jellemző a szociális érzékenység, figyelnek a mellettük élőkre, és ha szükséges, akkor segítenek. Ezúttal is bátorítja a lakosságot, a civil szervezeteket, közintézményeket és cégeket, hogy vállaljanak szolidaritást a rászorulókkal. Az idei program mottója, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel. A program a mai nap indul, november 27-én és december 18-ánig tart. 8 kereskedelmi egységben helyeztünk ki gyűjtőpontokat, illetve a felajánlásokat a Szociális Igazgatóság székhelyére is be lehet hozni. Tartós élelmiszeradományokat fogadunk, amik egyik héten gyűlnek, azokat a következő hét elején kikézbesítjük több gyermekes családoknak, illetve egyedül élő időseknek. Az összegyűlt adományokat a Szociális Igazgatóság székhelyén átválogatják, összecsomagolják, és karácsony előtt eljuttatják a rászorulóknak, hogy szebbé tegyék a karácsonyukat. A rendkívül rossz időjárás 18 megye 125 településén és Bukarestben okozott károkat tájékoztat a belügyi katasztrófa védelem főosztálya. Többek között Árdzses, Braila, Brassó, Konstanca, Galac, Prahova megyei településekről, illetve a fővárosról van szó. 410 hóban elakadt gépkocsit, és az ezekben ülő mintegy 600 szemét kellett kimenteniük a katasztrófa védelmi erőknek. Emellett 222 a hóvihar által kidöntött fát és egy villanyoszlopot kellett eltávolítaniuk az utakról. A viharos szél és a kidőlő fák 7 ingatlanban és 51 gépkocsiban tettek kárt. A havazás és hóviharok miatt 12 megye 409 településén voltak, vagy vannak továbbra is gondok az áramellátással. Az október 5-i Pedagógusok Világnapja alkalmából díjazták november 23-án a Hargita megyei pedagógusokat. Hargita megye tanácsa, a tanfelügyelőség és az Apácai Csere János Pedagógusok Háza a Majlát Gusztáv Károly és a Procsivitáte díjjal 11 pedagógus kiemelkedő munkásságát ismerte el.
Nyolc magyar pedagógusnak adományozták a megyei tanács Majláth Gusztáv Károly díját és három román pedagógusnak a Procsi Vitáte díjat. A Majláth Gusztáv Károly díj azoknak a személyeknek adományozható, akik huzamosan kiemelkedő nevelő és oktató munkát végeztek a gyermekek, a tanulók személyiség formálásában, képességfejlesztésében, tehetséggondozásában, iskolateremtő munkásságuk elméleti és gyakorlati eredményeit a megye több oktatási intézményében hasznosítják, míg a Procsi Vitáte díj azoknak a személyeknek, akik a megye kulturális, művészeti, oktatási, sportéletében vagy a közélet egyéb területein hosszú ideig kimagasló tevékenységet végeznek. A közösségnek az a legfontosabb, vagy egyik legfontosabb szerepe, hogy ne sajátítsuk ki ezt a pedagógusok részére, hogy elismerje azt a munkát, amely a közösség érdekében történik. És az üzenetünk a közösség fele az, hogy meg kell becsülni a jól elvégzett pedagógusi munkát. Ez alkalommal azokat díjazták, akik a pedagógusi munka mellett irányt mutatnak, összefogják a közösséget, követendő példát mutatnak. Azok, akik az iskolai keretből ki tudnak lépni, tehát akik a mindennapi tanítási óráikon túl is közösségépítésbe, vagy bármi egyéb, ami diákokkal kapcsolatos, oktatással kapcsolatos, iskolai kereteken túl foglalkoznak, azokat kiemeljük. Én úgy gondolom, hogy időközönként azért szükség van arra, hogy úgy fogalmazzak, megálljunk és megnézzük, hogy kik a közösségeinknek azok a tagjai, akik megérdemlik ezt, és évről évre örömömre szolgáló kerül. Talán még több is kerülne, akiket ilyen szempontból díjazni tudunk. Úgy gondolom, hogy idén is sikerült olyan 11 pedagógus találni, aki ezeknek a kritériumoknak kiválóan megfelel. Én teljes meglepődöttséggel és meghatódottsággal fogadtam a díjat, ugyanis nem tudtam róla. Másrészt én úgy érzem, hogy csak végzem az Istentől kapott hivatásban a feladatom, próbálom ezt szeretetteljesen tenni. Nap mint nap, sok száz gyerek körében, hát ugye az évek során akkor már sok ezer gyerek körében. Úgy a népi gyerekjáték, a kézművesség oktatása terén egyaránt. A gyerekek részéről, mert hogy én kiskorosztállyal foglalkozom, óvodás és 1-4 osztályosokkal, nagyon nagy megbecsültséget érzek. A szülők ma már sokkal elfoglaltabbak, sok mindenre figyelniük kell. Egykor nyilván, amikor Komjáton, Gyimesfelsőlökön kezdtem, akkor tapinthatóan éreztem a megbecsülést, a hálát, a lelkesedést, a köszönömök sorát. Ma lehet, hogy nem is találkozunk annyit a szülőkkel, az elfoglaltságra utaltam, ugye, viszont azokkal, akikkel kapcsolatom van, úgy az aprók táncházában, serketáncban, vagy az osztályokban, a szemükben lévő csillogásban csak érzem a hálát, és azt, hogy mindenki örül, hogy a gyerekükkel szeretetteljes együttlétben vagyunk. A pedagógusokon múlik, hogy milyen lesz a jövő társadalma, lesz-e, aki meggyógyítson, felvidítson, vigyázzon ránk, megtalálja a megfelelő megoldásokat a különböző szakterületeken. Ezért felértékelődik a szerepük, fogalmazott Borbély Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke. Jól teljesítő pedagógusok nélkül talán a felnövekvő nemzedék számára az eligazodás, és főleg a divatos szó, a rugalmasság tekintetében az élet akadályain való átlépés nagyon nehézé válna. Ezért évről évre együtt a Pedagógus Szövetséggel, a megyei főtanfelelősséggel díjazzuk azokat a pedagógusokat, akiknek a tevékenysége nagyon mély nyomot hagyott a diákjaik számára, és hisszük azt, hogy jó példaként lehetnek ott a kollégáik előtt, illetve azon fiatalok előtt is, akik esetleg a pedagógiai szakma lehetőségét választják, hisz egyre inkább főleg azt hallhatjuk, hogy a társadalom, a tanárok, a tanítók munkáját, tevékenységét egyre kevésbé értékeli, pont amikor leginkább kellene ezt megtenni, és ilyen szempontból a szakma erejét, szakma elfogadottságát kell növelnünk, kell erősítsük, és tényleg én örvendek annak, hogy ilyen sok értékes tevékenységet végző tanára,
tanítója van Hargita megyének. Mindkét díj Hargita megye tanácsának elismerését, köszönetét, tiszteletét fejezi ki a kitüntettek munkássága iránt. A hét községet többek között Ditrót is felügyelő Gyergyószent Miklósi rendőrség munkatársai november 25-én egy ügyész felügyeletével házkutatást tartottak Csíkszeredában. Az előzetes vizsgálatokból kiderült, hogy november 18-ára víradóan három személy felfeszítette egy ditrói kereskedelmi egység ajtaját és behatolt, ahonnan pénzt, illetve többféle márkájú cigarettát lopott. A házkutatások során a rendőrök megtaláltak és lefoglaltak 153 doboz cigarettát és egy fém kardot, tájékoztat a Székelyhon. Azonosítottak egy 26 és egy 27 éves csíkszeredai fiatalembert, valamint egy 17 éves kiskorút, akiket a lopással gyanúsítanak. A 26 éves fiatalember nevére előzetes letartóztatási parancsot adtak ki. A másik két személyt 24 órára őrizetbe vették, a nyomozást folytatják. A Gyergyószent Miklósi Vöröskereszt évek óta az ünnepek közelettével meghirdeti az ajándékot termőfa jótékonysági akcióját, majd a beérkezett adományokból a szociálisan hátrányos helyzetben élő családoknak készítenek csomagot karácsonyra. A szervezők örömmel állapították meg, a Gyergyószent Miklósiak idén is együttműködőek voltak, az adományoknak köszönhetően lesz miből ezen az ünnepen is örömet szerezni. November 25-én szombaton újra megszervezte az ajándékot termő fajótékonysági akcióját a Gyergyószent Miklósi Vöröskereszt. Szombaton reggel 10 órától Gyergyószent Miklóson két gyűjtőponton fogadták az adományokat, a Központi Parkban és a Bucsi negyedi egyik bevásárló központnál. Az idei gyűjtés is bebizonyította, a gyergyóiak már ismerik ezt a kezdeményezést, és magukénak is tekintik. A higiéniai termékek, tanszerek és játékok mellett tartós élelmiszert is juttattak a gyűjtőpontokra, összegezték a gyűjtést a szervezők. Meg szeretném köszönni mindenkinek, aki segített ebben a programban, az ajándéktermű fa nevű programban. Úgy érzük, hogy egy sikeres program volt idén is. Sok adomány gyűlt össze, és az a legfontosabb, hogy jó minőségű adományok gyűltek össze idén is, és úgy gondoljuk, hogy idén is tudjuk tartani a tavalyi számot, úgyhogy legalább 150 gyermeket fogunk meglepni ezekkel az adományokkal idén is. Külön köszönetet szeretnék mondani a Multiszálvámont hegyi mentő csapatnak. Ők voltak az első adományozók, már reggel 8 órakor leptek meg minket csomagokkal, és szerintem említeném az Intergyergyó futsal csapatát is, aki ugye ők a fusneki összegből úgy gondolták, hogy a helyi civil szervezeteket segítik, úgy minket is segítettek ebben a programban, és nem csak szombaton, hanem vasárnap a futsal-foci meccsen is gyűjtöttek adományokat. Pénzbeli támogatást is kaptak a szervezők, ezekből pótolni fogják azokat a termékeket, amiből kevesebb gyűlt. Az önkéntesek külön válogatják az adományokat és az adatbázisban szereplő családok számára egyenként állítják össze a csomagokat. Talán ez a munka nagyobb és nehezebb része, de szívesen vállalják. Most jön az a fázis, amikor előkészítjük a csomagokat a családoknak a listáink alapján. Ha valaki lekésett volna a szombati nap programról, akkor nyugodtan felveheti velünk a kapcsolatot, megbeszélünk egy időpontot vagy egy módszert, ahogy át tudjuk venni a nekünk szánt adományt. Ahogy fel tudják venni a kapcsolatot, akár személyesen, akár Facebookon, a Facebook oldalon tudnak írni nekünk, Krucsárosi Szubfiliálág Györgény, Gyergyószent Miklósi Vöröskereszt, mind a két nyelven megkapható a mi oldalunk, nyugodtan lehet írni egy üzenetet, és megbeszéljük a továbbiakat. A szervezők elmondták, a továbbiakban dobozokra lenne szükségük, amibe az ajándékokat tudják majd csomagolni, ebben akár cégek segítségét is szívesen fogadják. A csomagokat idén is karácsony közelettével szállítják majd el a családoknak. A Népügyvédje Intézmény a Marosvásárhelyi területi iroda képviselőin keresztül fogadóórát tart Hargita megyei polgárok számára november 29-én szerdán 10 és 14 óra között, közli a Hargita megyei prefektusi hivatal. A meghallgatás a Csíkszeredai megyeházán zajlik majd a Szabadság tér 5 szám alatt a földszinti 14-es teremben.
Több millió eurós szankcióra számíthat Románia a hulladékkezelés hiányosságai miatt. A környezetvédelmi miniszter szerint az ország nem zárt be 31 többségében ipari hulladékot tároló létesítményt, ezért újabb ítéletet hoz az Európai Unió bírósága. Miután már eljárás is indult Románia ellen a hulladékkezelés hiányosságai miatt, december 14-én újabb ítéletet hoz az Európai Unió bírósága. Mircea Fekete környezetvédelmi miniszter szerint Románia nem zárt be 31 többségében ipari hulladékokat tároló létesítményt, így több millió eurós szankcióra számítanak. A miniszter említést tett arról is, hogy a bezáratlan lerakók többségét a rendszerváltás óta eltelt 30 évben még mindig nem sikerült környezetkímélővé tenni, és valójában ez jelentené a megoldást. Az ökologizálás keretében vannak módszerek arra, hogy a szemétdombok ne rontsák tovább a talajvíz minőségét, és ne szennyezzék a levegőt. A várható büntetés mérséklése érdekében megpróbálják menteni a menthetőt további hulladéklerakók bezárásával, még az ítélethozatal előtt. A tárcavezető a Képviselőház Európai Ügyekért Felelős Bizottságának keddi ülésén emlékeztette a megyei önkormányzatokat arra, hogy a megyei rangú városok hulladéklerakóinak esetében el kell kezdeni a bezárási eljárásokat, amikor egy tároló cella kapacitásának 75%-át elérik. November 29-én szerdán 17 órától kerül sor az Alzheimer Café a Szenvedés és Fájdalom Értelme és Értéke című kiadására a Gyergyószentmiklósi Caritas Szent Erzsébet idősek otthonában. A rendezvény meghívott vendége főtisztelendő Portik Hegyi Kelemen pápai káplán, kanonok, főesperes plébános. A szervezők szeretettel várják a segítőket, a demens személyeket gondozó családtagokat és a téma iránt érdeklődőket. Egy vereség és egy győzelem után vasárnap ismét kikapott a gyergyói hoki klub az Erste Liga jégkorongbajnokságban. A pirosfehérek csütörtökön az Újpest ellen maradtak alul, pénteken hosszabbításban nyertek a BIAHC otthonában, míg vasárnap a Tüskecsarnokban sajnos nem sikerült a pontszerzés a gyergyóiaknak, így a tabella negyedik helyére csúsztak. Vasárnap délután a gyergyói hoki klub a tavalyi Erste Liga döntős ellenfelével mérettetett meg. Szilasi Zoltán legénysége az FTC Telekom vendége volt a budapesti Tüskecsarnokban. Csúcsrangadóhoz méltó iramban kezdett a tavalyi kiírás két döntőse, egymást követték a helyzetek mindkét kapu előtt. Az FTC kétszer, a GHK egyszer játszhatott emberelőnyben, de gól nem esett az első játék részben. A második harmad eleje még kiegyenlített volt, először a házigazdák találtak be bán révén, majd a GHK emberelőnybe került és Vince Péter találatával kiegyenlített. Hamarosan újra emberelőnybe kerültek a pirosfehérek, de ez a fradi szurkolóknak hozott örömet. Bredi csapott le egy korongra és szólója végén ismét a Ferencváros vezetett. A középső játék részben újabb két hazai gól született, Hrabal és Kulmala is betalált Magőrs kapujába, és bár a GHK-nak is voltak helyzetei, aranyon nem jutott túl a korong. A záró játék részben sem adta fel a vendég együttes, lendületben maradtak a pirosfehérek. Fodor Szabolcs, a fradi vezetőedzője időt is kért a harmad derekánál, hogy játékosai kikerülhessenek a szorításból. Betalálni azonban nem sikerült, ahogy a fradi kontráit is hatástalanítani tudta mag. Így maradt a második harmadban kialakult 4-1-es állás a mérkőzés végén is. Az FTC a második harmadban nyerte meg a GHK elleni rangadót. Szilasi Zoltán, a GHK vezetőedzője szerint alapjában jól játszott csapata, azonban volt 7-8 rossz percük az egész meccsen, amiben a fradi 1-1 után lőtte a második, harmadik, negyedik gólját. Mint mondta, két dolog miatt veszítettek, a koronggal való bánásmód miatt, és amiatt, hogy nyomás alatt próbálkoznak olyan passzokkal vagy megoldással, ami abban a pillanatban nincs benne a játékban. A gyergyói HK sérülések, eltiltások miatt számos meghatározó játékosát kényszerült nélkülözni az utóbbi mérkőzésein. A gyergyóiak kedden Debrecenben zárják magyarországi túrájukat.
Híreink végén megköszönöm a nekünk szentelt figyelmet, viszontlátásra holnap. Hírműsorunkat támogatja a Polimed Anna gyógyszertárak. Székelyföld legellátottabb gyógyszertárai. Műsorvezetőnk ruháját a West Dream biztosította.